Harmadik extraligás szezonjában is kiharcolta a bennmaradást a Nyírbátori Ase, azonban a klub vezetése úgy döntött, hogy nem vállalják a legmagasabb osztályban való szereplést, hanem az NB1-ben folytatják tovább. A döntés hátterében a válogatott játékos Majoros Bence távozása áll. Idáig tudtuk Majoros Bencét megtartani Nyírbátorba. Ő volt az, aki miatt leginkább ezt az osztályt nekünk preferálnunk kellett. Most miután ő kiigazolt Németországba, ezért úgy láttuk, hogy utána a következő generációnak az NB1 sokkal jobban megfelel a fejlődésének, mint az Extraliga. Több sikerélményhez jutnak, ugyanakkor nagyon jó színvonalú mérkőzést játszanak. Az Extraligába viszont valljuk be őszintén valószínűleg, hogy statiszta szerep jutott volna neki, és hogyha valaki így kezdi a sportolói pályafutását, hogy folyamatosan rommá verik, abból nem valószínűleg, hogy pszichésen és mentálisan később egy nagyon jó versenyző lesz. A nyírbátori csapatban a rutinos Sallai Zoltán, Bánhidi Emil és Kis Zsolt mellett a fiatal Tóth Gábor és Molnár Dávid szerepel. A nyitófordulóban hazai környezetben a Szegeddel játszott 9-9-es döntetlent az Ase. Az elején azt gondolom, hogy én kiegyeztem volna bőven ezzel a 9-9-el, de a mérkőzés alakulása után már talán úgy éreztem, hogy talán inkább a Nyírbátor volt az esélyesebb, és inkább talán mi engedtük ki a mérkőzést a kezünkből, bár azt hiszem, hogy szégyenkedni valunk emiatt a 9-9 miatt nem lehet. Ez egy nagyon jó kiindulási alap a későbbi fordulókra. A nyírbátoriak a középmezőnyt célozták meg az NB1 keleti csoportjában. A második fordulóban Szolnokon játszik az Ase, de mivel a nyírbátori Molnár Dávid a serdülő válogatott tagjaként a horvát nemzetközi bajnokságon szerepel a találkozó eredeti időpontjában, valószínűleg csúszik a mérkőzés.